Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd a öveket és nyújt be hozzák a Parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Ez itt a Médiazabálók, a Parallaxis Univerzum médiaipari podcastje. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Médiazabálók 9. része itt a Parallaxis Univerzumban. A mikrofonnál ezúttal rendhagyó módon gizurgergő. A közösségi média a virtuális világ közeli kapuja. Posztok születnek, lájkok repkednek, és a barátság egy klikkelésre van. De néha a valóság elvész a szűrők mögött, és a képernyőkön sugárzó boldogság után észre sem vesszük, hogy a valódi pillanatok továbbrepültek. Emeljük hát fel a fejünket a kijelzőkről, és találkozunk újra a valóságban. Persze, csak miután meghallgattatok a médiazabáló 9. részét, melyben a közösségi médiáról fogunk beszélgetni, a műsor két állandó beszélgetőtársával, akiket már bemutatni sem kell, de azért mégis. Elsőként Barkóci Norbit, digitális tartalomkészítőt. Szia Norbi! Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok! És Kubatovics Áront, kommunikációs szakembert. Szia Áron! Sziasztok, és én is üdvözlöm a hallgatókat. Ti pedig, kedves hallgatók, kérek ne felejtsetek el lájkolni like és feliratkozni, premier előtti tartalmakért pedig fizessetek elő a patreon.com per parallaxis oldalon keresztül. No, hát ö, szerintem először abban kéne elkezdenünk, hogy ezt a ennek a közösségi médiának a fogalmát ha tisztáznánk egyáltalán, hogy voltak éppen az most, mert ez annyira tágfogalom már, hogy mit gondoltok, mit tudtok erről vajon, hogy ez micsoda? középiskolás tanulmányaim jutnak eszembe, is matematika óra, úgyhogy ha emlékszünk, voltak ezek az axiómák, ezek a ö, olyan, olyan fogalmak, vagy olyan alaptézisek, amiket nem, nem tudunk pontosan körülírni, mert megfogalmazni, csak úgy tudjuk, hogy mi az, hogy mi az a pont, meg mi az az egyenes, hogyha meg kéne határozni, az kicsit problémás, de ez igazából mindenki tudja, hogy, hogy igazából miről is akkor, van szó. Akkor úgy mondom, hogy mit tennél bele? figyelj, én, én, mondjuk én már ott voltam, vagy több is ott voltunk szerintem mondjuk az IVIV indulásától kezdve, hát nyilván hogy. mondjuk a Facebook globális hatalmát mikor, mikor átvette, és, és, az is, de, de közösségi médiában most már azért szerintem elég sok minden belefér, és, és, hogy látjuk, hogy specializálódnak a területek, hogy van egy kicsit, ahol, ahol, ahol a szövegre jobban, valahol a képre, valahol a videóra, valahol a rövid Videóra, de, de, valahol, valahol már, 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 mindenhova elérte így a csápjait. Az a jó ebben a műsorban, hogy nem készülünk rá olyan értelemben, hogy nincs egy a, olyan adásmenet, amit velünk megosztotok, most több beszámmal mondom, úgyhogy rögtönöznöm kell, mert, és rögtönözve megpróbálnék az adni valami fajta definíciót de miközben igen, az axiómák azok, amiket ráadásul nekem azt tanították, hogy el kell fogadni, tehát nem is lehet vitatkozni, vagy, vagy megkérdőjelezni azoknak a, a létét, vagy a létjogosultságát. Én onnan kezdeném, hogy. Az eredeti formája az internetnek, ezt a Web 1.0-nak hívták, amikor a 90-es évek köze, elején közepén létrejött a az HTML. Az rómaiak. Körülbelül, igen. Akkor létrejött a HTML formátum, és az arra szolgált, hogy képeket, videókat, szövegeket lehessen ilyen statikus weboldalakon tulajdonképpen lehívni az internet csodájáról, ugye betárcsázos modellen keresztül. De annak azért volt elő gyáron. Természetesen volt az ARPANET, meg a Gofer-ról az irc azért, meg, ha, ha, Igen, de so azért az, az világos. A én HTM o... az már nagyon modern, bár tény, hogy a mai világban az már igen. Igen, szóval én a, én a modern html ről beszélek. És amikor azt továbbfejlesztették web 2.0-ra, szerintem valahol ott lehet megfogni azt, amikor a közösségi médiáról lehet beszélni, amikor már interaktivitást is behozott, tehát hogy te, mint felhasználó, tudtad módosítani a weboldalnak a tartalmát annak függvényében, hogy te mit csináltál. És ez az egyik, amivel jellemezném, és a második, hogy mindenképpen arra van szükség, hogy hogy egy, egy, platformon valaki regisztrálhasson, tehát legyen neki profilja, és azok a profilok egymással tudjanak interaktálni. És behozok egy példát. Én nemrég fedeztem föl a Magyarország legnagyobb könyves fórumot, úgy hívják, hogy Egy csomó könyvnek a fülszövege ott van, keresni lehet, eladni lehet, és az is tulajdonképpen közösségi média, mert az emberek fórumoznak, egymással is lehet direkt üzeneteket váltani, egymással vitatkoznak az adott könyvek alatt. Szóval tulajdonképpen az is egy közösségi média, ami specializálva van csak az irodalomra és a könyvek terén. Szóval én valahol a 2.0-nál uh, húzom meg ott, amikor profilok jönnek be a képbe. Tehát akár te gyakorlatilag kiterjeszted minden olyanra, ahol ahol nem csak a tartalom készítő, hanem a tartalom fogyasztó is tud véleményt nyilvánítani valamilyen formában? Én azt hiszem igen. Tehát legyen az akkor YouTube, Twitter, Twitch, o, bármi. Hát, ja, hát természetesen, per. Tehát ez ez ma, Ezek, már nagyon, ezek a... már nagyon modernek, persze. És akkor kiraknád a, akár, akár a moly.hu, vagy akár bármilyen kis fórumtól kezdve, ahol kommentelni uh -huh. lehet onnantól fogva, az neked közösségi média? Én, igazá, én igazából például már a fórumozást, van ugye Magyarországon egy, egy, egy talán még mindig működik a törzsasztal, ez ilyen legendás felület volt az Index szembelül, szerintem az közösségi médiának számít, ez sokkal lassabb ezt elismerem, mint mondjuk a, a mostaniak, de azt szerintem abszolút közösségi volt. Emberek ismerték egymást, városok köré szerveződtek ott, meg hobbik köré szerveződtek ott különböző topikok, és sőt, talál, tehát, hogy élő találkozókat is tartottak törzsasztali fórumokon belül. Szóval, hogy igen, ezek, én a, például a fórumozást is már közösségi médiának tekintem. Egyetértek, amit elmondtál, meg még az, ami az ütötte meg a fejemet, hogy mondtad, hogy az interaktivitás mellett, hogy azonnali. Tehát, ha történik valami, akkor azt azonnal látod, azonnal ott van, legyen az egy üzenet, legyen az egy valami tevékenység, vagy valami interakció, de arról, arról instant uh -huh. visszajelzés kapsz ilyen-olyan formában. Én azt hiszem bár megmondom őszintén, nagyon sokat nem használtam a 90-es évek végén, de én azt hiszem az azonnali üzenet küldő szolgáltatások, tehát nem a Messengerről beszélek, hanem ami még előtte volt, MSN. E-mail? Nem, MSN-ről, mert IRC, eh, IRC, ICQ, ha ez mond valakinek az... még valamit. Hogyne, hogyne. Szóval én azt hiszem, ilyen értelemben azok nagyon kezetlegesek voltak, de azok is valamennyire, hát, kis jó szendék. Őket, őket a... mondanád a, a közösségi média először mondjuk az IRC-t, vagy mm. az ICQ-t? Teletext? Az, nagy az, az, nagyon <laughs> jó. Igaz, ott, oda lehetett, mintha SMS-sel lehetett volna odaírni. Igen, igen, igen. SMS-falszerűség, igen. Hú, gyerekek, visszavegyünk gyerekek Junos tv ha így folytatjuk. Most zajlik a Sziget Fesztivál, én, én, már élek, ott nem járok, de valahogy szóba került ez, és a felesége mondta, hogy te Áron, emlékszel még arra, hogy a, a Sziget Fesztiválon régen óriási nagy SMS lett falak voltak, és lehetett SMS, e SMS küldeni, hát és az, az ott a tévében is annó nagy, mekkora dolog volt, amikor megjelent valami műsorban az élőben az SMS fal, igen. és mekkora király voltál, hogyha oda kerültél, hát kész. Jó, nyilván most, most, már karikírozom, lehet, hogy ez talán még nem közösségi média platform, de valahogy nagyon kezdetleges előszobája. Az interaktivitás az biztos, hogy kell hozzá, és a profil, hogy, hogy egymással a profilok tudnak kommunikálni. Itt baromi nehéz, így már annyi mindent mondtatok, hogy honnan indul ez a közösségi média dolog, de hogy vajon jó vagy rossz irányba tart ez a dolog. Tehát, hogy elkezdődött valahogy? Most ez, ez is, ezt is, ezt is el Tehát, egyáltalán, amikor elkezdődött, ez jó volt-e vagy rossz? És ahova jó, tartsunk akkor itt. Tehát, hogy jó volt-e, vagy rossz ez egyáltalán? Úgy fogalmaznék, hogy jó vagy rossz, az re nyilván relatív is tud lenni, inkább azt szót azt hiszem, hogy naív. És, és ezt, ez, ez mindenhol, minden ilyen, ilyen technológiai forradalom, kisebb vagy nagyobb mértékű, az elején még mindig naívak az emberek. Ugye, ezt már szerintem elmondtuk korábbi részekbe is, az internet térnyerésétől kezdve a közösségi médián is ez volt, hogy úristen, de tök jó, ugye nem is tudom, mondjuk olyan 2000-es évek közepén, amikor ezek jobban elkezdtek terjedni, mik voltak azok a húzószavak, húzó címkék, hogy régen nem látott ismerősöket, beszélgethetsz a kisunokával, aki kiköltözött a hanyatló nyugatra, és a nagymama tud vele beszélgetni. Tehát, hogy nyilván ezek a, ezek a pontok voltak, amiket a, a legkisebb, vagy le, legegyszerűbben mindenki, mindenki fel tudta fogni, mindenki megértette, és, és ilyen szempontból alacsony volt a bekülés ezekhez a platformokhoz. És most nyilván, hogy milyen irányba megy el valami, ezt is már, ezt is már említettük több ízbe, hogy a technológia magában ugye se nem jó, se nem rossz, attól függ, hogy mire használják. És nyilván, amikor, amikor valami nagyon rossz, vagy morálisan megkérdőjelezhető dologra használják, és főleg nyilván titokban, és amikor ez kikerül, akkor ennek hatalmas nagy média vízhangja van. De ettől függetlenül úgy az egészre nem biztos rá lehetne húzni egy ilyen címkét, hogy na, ez tutő rossz irányba halad. Az persze, persze aláírom, hogy, hogy, ja, vannak azért aggasztó jelek. Van az a bombó, de most nem fogunk jól idézni, hogy amikor 20 évvel ezelőtt vagy 10 évvel ezelőtt azt hittük, hogy, na, egy kattintás, internet, egy kattintásra itt lesz a világ összes könyvtára, az összes tudás meg lehet szerezni egy kattintással, ahelyett most egy kattintással a hülyeséget szerezzük meg, meg a citás videókat, meg, a, meg, az összes hülyes elméleteket. Ez persze arra erősít rá, amit a Norbi mondott, hogy igazából a technológia az egy dolog, az emberek pedig vagy jól tudják használni, vagy nem jól, de mintha az utóbbi időben a mennyiség átcsapott volna minőségre, minőségbe. Ezzel alatt azt értem, hogy elég sok kutatás zajlik, hogy vajon mennyire polarizálta a mostani társadalmunkat a, a jelenlegi közösségi média platformok, és még, még csak most indultak el ezek a kutatások, nem egyértelmű, hogy milyennek az eredménye. Mindenesetre valahogy mindenkinek az az érzés, hogy mintha most azért sokkal rosszabb lenne a, a polarizáltság, és hogy sokan a média, ezeket a közösségi média platformokat teszik felelőssé, holott ez persze nem biztos, hogy így van. Én, én nekem, én egy kicsit pessimista vagyok, én hajlok arra, hogy, hogy sajnos van abban igazság, hogy, hogy, a platformok igazából összességében rontottak egy picit a helyzeten, és nem javítottak. Nyilván, és ez persze logikus is, és szépen ki is került el egyébként a válasz politika a ugye hogy minden eszközt, amit létrehozzunk, vagy bármi, ugye nagyon sok, nagyon sok minden múlik azon, hogy mi hogy fogjuk használni. De akkor úgy kérdezem inkább, hogy szerintetek milyen irányba használjuk. Tehát a közösség, tehát most arról is lehet nyilván beszélgetni, hogy vannak jó is, tehát akár az, hogy rokonokkal beszélsz, ez tök jó dolog. Ha történik valahol mondjuk egy földrengés árvíz, bármi, akkor sokkal gyorsabban tájékozódsz arról, hogy éle még a rokon. Tehát ez a, ilyen szempontból az információ terjedése nyilván egy, egy nagyon hasznos dolog, de hogy, hogy akkor mi emberek vagy a társadalom, mely, milyen irányba visszük ezt a jó-rossz találmány, tök mindegy. Tehát mire használjuk értelmes dologra inkább, vagy, vagy, vagy inkább, amit az áron hogy inkább a cicás videók. Tehát, hogy, hogy... Mind a kettő, tehát a kettő nem, 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 zárja ki egymást. Nagyon sok és nagyon hasznos infót is meg lehet találni ezeken az oldalakon. Sőt, én azt mondanám, hogy például aki, nyilván ez kell egy affinitás, meg hozzáállás, de hogy önképzésre, aki, aki rászánja a fejét, nem kell eljárnia, nem tudom, egyetemre és se, mert már egy szakképzése se. Nem azt mondom, hogy ez nyilván minden szakmára igaz, de nagyon-nagyon-nagyon sok információt nagyon könnyen, és, és, nagy részét ingyenesen is el lehet érni, és nyilván egy bizonyos szintig, vagy legalábbis szakma alapjait el lehet sajátítani otthon tök ingyenesen. Ezeknek a felhasználása egyre szélesebb, és, és tényleg egy, ha már egy alapszintű angol nyelvtudással valaki rendelkezik, akkor kinyílik előtte a világ, és tényleg bármit. A másik része viszont, és ez szerintem ez valamennyire azért, tehát nem tudom, hogy most mennyire számító az ember, vagy mennyire organikusan alakult ez ki, de mondjuk mikor elindult a Facebook, és ugye a, a felhasználó bázis elkezdett ugye növekedni milliós, majd majd ugye milliárdos léptékre, akkor ugye előbb-utóbb erre nyilván az erre szakosodott cégek, marketingesek, meg, meg az ilyen emberek rájöttek, ugye hogy itt rengeteg sok adat, Jön létre. Pontos azokból az interakciókból, amiket a felhasználók generálnak. És erre ugye nagyon hamar rájöttek, és azt is, hogy ugye ez is már szinte közhely, ugye manapság elmondjuk, hogy az adat a legfontosabb. Ugye van ugye a hardware, a vas, amit megveszel, van a, esetleg a szoftver, ami lehet kicsit drágább, de az adat, az adat, az adat a legfontosabb részt is. Ezekből rengeteg sok adatot tudnak rólunk is, a folyamatokról és a működéséről is kinyerni. És ugye ezt is sokszor elmondtuk már, hogy ha valami ugye ingyenes, vagy ingyen használtod, akkor az azt jelenti, hogy te vagy az áru. Ilyen szempontból az adatainkkal fizetünk ezekért a szolgáltatások után. Na most az meg megint más kérdés, hogy mondjuk egyes társadalmi csoportok, most itt nem tudom, a legfiatalabbak, legidősebbek, itt alapvető koncepciók is hiányoznak sokszor. Ugye hányszor szóval hogy, hogy az interneten olvastam valamit, vagy, vagy, vagy telepíts fel az internetet a telefonomra, és az például egyet, egyet is önmagát jelent, vagy egyenlőségjel van az internet és a Facebook között. Ez így van. Hát ilyen szempontból is vannak, vannak, azért ilyen agasztó tendenciák, de, de minden, minden, minden megjelenik. Ez az egész kérdéskör, amiről most beszélgetünk, igazából olyan, mint hogyha nagyon egyszerű lenne, közben tök bonyolult, és nagyon sok rétege van ennek a dolognak. Én most nekem több dolog jutott eszembe. Egyrészt, nyilván nem vagyok ö, kutató, ezért tulajdonképpen magamból tudok kiindulni. Én magamon azt tapasztalom, hogy nagyon tudatosan figyelek arra, hogy pontosan milyen oldalakat követek például a Facebookon vagy a Twitteren, a Youtube-omra milyen csatornákat követek, és hogyha valami nem tetszik, akkor tudatosan kikövetem, engem akkor az nem érdekel, hogy milyen podcastokat hallgatok, tehát az összes olyan felületen, amin én ott vagyok, Instagramon, ott is pontosan, tehát egy jól karban tartom a saját profilomat, sőt, egy kicsit trenírozom is az algoritmust, szándékosan ö, szoktam néha olyanokat lájkolni, akik tök véletlenül kapok meg az algoritmustól, de azért lájkolom be, hogy az algoritmus érzékelje, hogy engem ő majd a jövőben gyakrabban fog érdekelni. De az, tehát, hogy nem gondolok magamról túl sokat, de azt gondolom, hogy az átlagnál mi ö, tudatosabb vagyok, és a, a, a többség nem így használja ezeket a, ezeket a felületeket. Tehát az, amit a Normi mondott, az igaz, és nagyon fontos lenne, hogy, hogy mindenki kezdje el tudatosan használni ezeket a, ezeket a közösségi platformokat, mert ha egy jól karban tartott közösségi platformmal te tudod befolyásolni, te hogyan használod. Ha téged csak a saját barátaid érdekelnek, és a, a különféle rentelések, magyar, a különféle ö, zsigerből jövő kommentelések a helyi Facebook <laughs> csoportban. Tehát, hogyha ezek téged nem érdekelnek, akkor iratkozz ki azokból a Facebook csoportokból. Nem kell benne lenni. Tehát, hogy, hogy, egy, hogy tudatosan gondold végig, hogy te mit vársz a, a, az általad használt közösségi platformokból, és úgy kezd el használni. És emiatt van felelőssége szerintem a, a platformnak, és emiatt rosszabbodik szerintem a helyzet, mert az átlag nem ilyen, az átlag eléggé zsigerből használja ezeket a platformokat. Sőt, tovább megyek, sokkal könnyebben nyilvánulsz meg negatívan, bunkon, beszólogatósan egy online felületen, mint hogyha a valóságban, te a piacon találkozol. Hát a fotelkomment, -e, ahogy szokták mondani. Igen, én, én, én mindenkit arra biztatok, hogy úgy kom kommenteljen, vagy úgy szóljon hozzá bármihez, mint hogyha valóságban találkozna az utcán vele, azzal a hat utcával arrébb lévő emberrel, és ahogy ő az életben hozzászólna. Tök más, hogy szólunk egymáshoz a valóságban. És ez még csak két szelet volt, rengeteg ilyen, ilyen problémát föl, fölhoz a, a közösségi média platformok. Arra, hogy mondtad, hogy zsigerből használj, csak még egy gondolat, hogy és itt is a, az oktatás, edukáció része, és ugye ezt már egészen kiskorta, ugye számtalan rossz példát is láthatunk arra, hogy már a legkisebb gyereknek is oda a telefon, tablet, hagyd nézze a mesét. Ugye ott van a másik véget, hogy egyáltalán nem is sok a tiltás. Én személy szerint nyilván csak azt tudom mondani, a teljes tiltásban nem hiszek, mert ez könnyen kontraproduktívá válhat, viszont ezeket az eszközöket is meg kell tanulni használni. És persze már az okostelefon, basszus, addig tökéletesítették, hogy tényleg egy egyéves gyerek már tudja használni, és pörgeti, és az újjával, és Igen, izé... csak itt, bocsánat, itt pont ez a hogy nem tudja használni, csak azt hiszi, hogy tudja használni. Ezt akartam pontosan ebből kihozni, te. így van, így van, így van, hogy ez is egy olyan dolog, mint, mint bármi más. Ezt meg kell tanulni használni, és nem konkrétan a scrollozás, meg a tapizásra gondolok, hanem az internetnek a használatát, a mének a használatát, a netiket, ugye itt még, nem tudom, régebben volt, ez talán egy hangzatosabb kifejezés, és hogy mit szabad, mit nem, mit hogy csinálunk, mit nem, és ez ez ebbe szerintem szülőknek is hatalmas felelősség van, meg kell tanítani a gyerekeket, ezt is használni, hogy megtanítjuk később villával lenni őket. De nem tudják. Tehát ez a probléma, én azt tapasztaltam, hogy nagyon sok szülő és felnőtt ugyanúgy nem tudja. Tehát sokan, sokan abban a, abban a, a téfidben élnek, ugye, amit mondtál te is, hogy ugye a fiatalok ugye telefonnak kezébe születnek, mert milyen maga biztosan használják, ugye, hogy scrolloznak körbe barra, De igazából fingjuk sincs, mit csinálnak, csak annyi a különbség, hogy ő mindenre rányomja az okét, amire mondjuk te, vagy mondjuk idősebb emberek, vagy mit tehát hogy elolvassuk, és átgondoljuk, hogy Áron, te ugye mondtad, hogy, hogy, te tudatosan nézed, hogy mit hagysz magad után digitális lábnyomot, és mit nem. Viszont, viszont az emberek nagy része mindenre rányomja az okét, hogy haladjunk. És ez kívülről azt a látszatot kelti, hogy ő marhára ért hozzá. De itt jön az, hogy, hogy amikor odaadják a gyereknek az eszközt, és akkor mondjuk csináld ezt, csináld azt, akkor, és ahogy mondtad, hogy meg kéne őket tanítani, hogy később villával lenni, de nem tudják megtanítani, mert a felnőttek nagy része is, a megnézitek, valószínűleg nem tudja ezeket a, most akár a netiket, vagy bármilyet, vagy hogy amikor csinálsz valamit, hát mindennek nyoma van. Ennél, ennél, rosszabb a helyzet, tehát nem csak a netiketről van szó, ha behozom azt a két fogalmat, ami elkerülhetetlen egy ilyen beszélgetésben, az, ugye az egyik a buborék, a másik pedig a vízhangkamra, és a kettő nem ugyanaz. A buborék az az, amikor az algoritmus Máshogy fogalmazok, te pörgeted a, az adott platformot, legyen az Facebook, Twitter, akármi, threads, doom scrolling, doom scrolling, Zombi mód, végtelenítve. És az Így. A, a algoritmus az elmúlt évek során fölépített rólad egy ilyen egy digitális profilt, hogy téged kb. mi borzasztó rossz, nek, bocsánat, nekem is soha nem, tehát minden algoritmus rossz szerintem. Vagy szándék, vagy nekem mindegy, bocsát, majd utána. Nem, nem tudom, szóval az algoritmus nagyjából már tudja, hogy, hogy téged mi érdekel, és azokat kezdi el nagyobb számba bedobni a te feededbe. Ezt hívják buborékeffektusnak. Oké, okay, e ezt már tudjuk, mert sláger téma, meg kell próbálni a buborékon kívül is tájékozódni, hogyha téged jobban érdekel az igazság. Most nagyon egyszerűen fogalmazok. A vízhakkamra sajnos ennél bonyolultabb, és az ráadásul valószínűleg nem is a, a közösségi média platformok hozták elénk, csak nem tudták még ezt így definiálni. A visszahagkamra az héten jött ki a kutatás 2020 2020-ban, októbertől decemberig 23 ezer embernek szándékosan a Facebook megváltoztatta az algoritmust, pont az amerikai elnökválasztás időszakának az egyik legforróbb három hónapja volt. Különféle csoportokat vizsgálták, hogyha megváltoztatják az algoritmust, akkor hogyan változott később az ő politikai attitűdje. Nem megyek most ebbe a részletekbe, de az jött ki, hogy nem nagyon változott a, a, akármilyet dobott az algoritmus, akármennyire változott, nem nagyon változott a politikai attitüdje ennek a 23 ezer embernek. És ebből azt szűrték le többek között kutatók, de ez a kutatás még zajlik, ez még pár évig fog zajlani, hogy a vízhangkamra miatt nem változott, vagyis te ugyan kapsz más információkat, de nem érdekel, a más információ, ami téged nem erősít meg a saját hiedelmedbe. Azzal nem foglalkozol, és ami viszont megerősít a te... Hát az ráerősítés a... kell a saját elméletedre. Így, az, azzal pedig foglalkozol, és ez viszont valószínűleg nem a, a Facebook algoritmusáról, vagy a Twitter algoritmusáról szól, hanem az emberi pszichéről, és az emberi elméről szól. Na Most ez az algoritmusra visszatérve, ugye mondtad, hogy az algoritmus megismert téged. Na most én akárhogy is, mondjuk ha csak, mondjuk, ha, ha csak a Facebookot, vagy a Youtube-ot, mert én általában inkább azokat használtam, tehát a TikTok meg ezért nekem az nem. De hogy, 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 ebben biztos vagyok benne, és persze ez nyilvánvaló, hogy te is mondtad, Norb, hogy itt az, az információkat begyűjtenek rólunk, itt ugye az a kincs, amivel aztán majd ugye ki tudja, mit seftelnek. És persze annak annak megfelelően próbál tartalmat tolni az arcodba, ugye a Facebook is, meg a YouTube is. De én mindig azt érzem egy picit, hogy, hogy túl azon, hogy ő próbál a kedvemre tenni idézőjelben, mintha terelni akarna valamilyen irányba mindig, mert mindig megjelennek olyan tartalmak, amikhez nekem rohadtul semmi közöm nincsen, és mégis dobálja őket, és úgy, csak úgy finoman úgy próbálja, hogy hátha hátha hátha, ha, hát, Tehát hogy nekem van benne egy ilyen érzés, hogy, hogy túl azon, hogy ő ismer engem, már amennyire, de ő szeretne engem bizonyos irányba terelni. Most vagy szélesítene látókörömet, vagy potenciális ö, reklámfelhasználóként ö, prezentálni valamelyik cég felé. Nem tudom, de én ebben látok egy ilyen, egy ilyen sunyi dolgot, hogy hogy, hogy ez is van benne, egy kicsit lögni akar valahova. Igen, ö, ugye ezt már most többször említettük, igen, hogy az adaténkkal fizetünk érte, azokkal dolgoznak, és akkor na jó, na de bum, most miért baj az nekem, nekem nincs semmi takargatni valóm, stb. Hát akkor legyen oké, okay, igen ám, de akkor lépjünk tovább egyel, tehát ők nyilván nem azért gyűjtik ezt a sok-sok adatot, hogy a, hogy a végtelen háttértárakat feltöltsék, hanem igen, pontosan ezeket értékesítik. És akkor nyilván innentől kezdve átkattintjuk azt is, hogy említettük, hogy csak oké, okay, oké, okay, next, 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 következő rendben elfogadom, igen, 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 igen. És akkor nem tudjuk, hogy mi van abban érve, hogy akkor azt az adatot kiszolgáltatják-e harmadik félnek, hogyha nem, akkor is ugye hallottunk már, többször volt ilyen botrány. Ugye nyilván az egyik ugye legnagyobb pár évvel ezelőtti amerikai elnökválasztás de a Cambridge Analytica botrány, és hogy ők hogyan nyúltak bele a választásokba, és akkor nyilván ezt utólagosan becsülni lehet, hogyha ők nem lettek volna, akkor hogy alakult volna az eredmény. Tehát itt az a nagyon fontos, igen, hogy ezeket az adatokat utána felhasználják és eladják, és, és, és tényleg még, még, ez az egyik legártatlanabb módja, hogyha csak beléd, eléd valami olyan tartalmat. Felugodik egy reklám, vagy igen, bármit. és akkor még úgy mondom, a lehető legkisebb ö, ö, sérelem ért, de, de láttuk, hogy ennek sokkal durvább következménye is lehetnek. Van egy ökölszabály. Ha egy Eszköz, amit te online használsz, ingyenes, akkor te magad vagy ott a termék, és te fizetsz a saját használatoddal azért a termékért. Nincs ingyen ebéd, vagy csak nagyon ritkán fordul el az online térbe. Ha te a Facebookot vagy a Twittert ingyen használod, akkor az adatoddal fizetsz, érte. Hát van egy másik mód egyébként, amikor más fizeti meg helyetted. Az, az még előfordul, igen. A, tehát van, én... nem, vannak olyan, vannak az nem közösségi média, de van olyan szolgáltató például. Tehát a, a Fler példa az pont ilyen. Tehát, hogy, hogy egy bizonyos, bizonyos szegmenség, ingyen tudsz mindent csinálni, és gyakorlatilag nulla adatot kap rólad, de ott valószínűleg arról szól a történet, hogy annyi nagy cég használja, hogy ő kifizetik a, a kisembernek is a tehát Nincs, nincs, ott nincs mögötte semmi. Mégis ingyen de hat, van. Hat de hat provokáljak kérdéssel. Ö, mert szóba került a Cambridge Analytica, és az, hogy befolyásolta a választást. Ha nincs Cambridge Analytica, attól még nagyon sokan megpróbálják befolyásolni a választást. Hiszen zajlik egy politikai kampány, vannak akár olyan szervezetek, amik nem pártok, de mégis közpolitikával foglalkoznak, és szintén kifejtik a saját vélőményüket az adott országban, azt ugye azt fogadjuk, vagy az, az a konszenzus, hogy ezt lehet, ha jön egy cég, akit nevezünk Cambridge analytica aki nem csinál mást, mint összegyűjti a Facebookon, a Facebooktól hozzáférhető adatokat, kiértékeli, lehet, hogy adatelemzéssel, meg különféle módszerekkel fölállít hipotetikus profilokat, és ezekre a profilokra célzott reklámot küld, akkor arra meg azt mondjuk, hogy a Cambridge Analytica botrány. És azért teszem ezt a kérdést ide, vagy, vagy azért teszem ezt a, ezt a szemléletet ide, mert akkor mindenkinek ajánlom Barabási Albert Lászlónak az egyik első könyvét, akinek a kutatási területű a Hálózatoknak a működése, és ő neki az az egyik legkiresebb kutatása, hogy New Yorkban sok időn keresztül ö, követtek több ezer embert, és kiderült, hogy ő maga a saját algoritmusával, itt a 2000-es évek végéről beszélünk, vagy közepéről, 80-90%-os pontossággal meg tudta határozni mindenkinek, azt, hogy épp hol van, mert ennyire kiszámíthatóak vagyunk. A, a, az, hogy hogyan dolgozunk, hova megyünk, hol vásárolunk be, hol szórakozunk. Tehát igazából az emberek elég kiszámíthatóak. Ha az emberek elég kiszámíthatóak, akkor nagyon könnyű olyan algoritmust írni, meg olyan politikai kampányt folytatni, ami ezt használja ki. A Cambridge Analytica ugyanazt csinálta, mint bárki más, csak sokkal profibban, mondom, ezt provokatívan a Nem, nem biztos, hogy igazam van, s lehet, hogy nincs igazam, csak, csak provokálok beleteket ez ügyben. Én, én azt gondolom, hogy egy bizonyos szint felett, hogyha ekkora méretekről beszélünk, akkor ilyen ekkora mennyiségű adat, információ, és hát ugye ezzel, ezzel ez, a, ez a maga hatalom, ez, 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 ez túl sok, hogy úgymond ennyire egy kézben legyen, ha ezt így lehet mondani. Tehát, hogy nyilván az amerikai jogrendszerben már most évek óta próbálják, ugye decentralizálni a Facebookot és az ehhez hasonló, ugye hatalmas uh, világvezető cégeket, meg brendeket, mert, mert tényleg az van, hogy hogy kisebb, közepes országok éves GDP-vel tudnak, uh, tudnak uh, vagy a felett uh, tudnak diszponálni és azzal tudnak rendelkezni. És ilyen szempontból oké, okay, hogy Leírható, megismerhető jó közelítése az embereknek a viselkedése, szokása stb. De én egy ponton itt már azt érzem, és ez lehet egy kicsit paranoív, de hogy elvesz elvész valahol a, a döntésünk, a szabad döntési lehetőség, és ugye amit, amit ezekben az, vagy ezeket a felületeken ugye visszakapunk, legyen az legyen az pozitív visszacsatolás, akármilyen értelemben, egy idő után, hogyha, hogyha ezeket mind elveszik tőlünk, vagy legalábbis korlátozzák a hozzáférésünket, akkor egyszerűen, egyszerűen nem lesz meg a döntés lehetősége. És ugye erősben beszéltünk, hogy apró kisebb dolgokban már most átadjuk ugye az algoritmusnak de ez, ez egy nagyon ilyen kényes terület, hogy hol és meddig, és hol húzzak meg ezt a határt. Ez azért fontos, amit mondasz, szerintem ez, ezek releváns kérdések. Ugye az Európai Unió az elmúlt években elindult azon az úton, hogy megpróbálja szabályozni ezeket a nagy közösségi platformokat. Több kevesebb sikerrel egyelőre még ennek az útnak az elején van. Már most látszódik, hogy itt konfliktus lesz például a Meta a cég és az Európai Unió között, és ennek vannak is már folyamányai az Unió felé. Ugyanakkor az, amit te feszegetsz, az egyrésztről, ha tekintem, akkor tulajdonképpen a, a, monopóliumnak a kérdése, de hadd fordítsam ki egy másik szempontból, a közjószág irányából. Ugye mit jelent a közjószág? A víz, az áram, az internet hozzáférés, ezek olyanok, amik az életünknek a meghatározó részei, és ezek tehát, mind, tehát, fontos, hogy mindenki hozzáférjen, és egyenlően férjen hozzá, és mindenkinek legyen az alapvető ö, emberi élethez, vagy hogy, hogy mondjam. És a, Sokan feszegetik azt a kérdést, hogy ezek a legnagyobb közösségi platformok is ugyanilyen státuszba kerüljenek, mert ha nem ilyen státuszban vannak, hanem azt mondjuk, hogy ez magáncég azt csinál, amit akar, akkor olyan konfliktusok lesznek, amiket hétről hétre látunk, hogy lelő olyan oldalakat, politikusokat, vagy lejjebb csavarja a, az eléréseket, vagy fölhangosít olyan összes amik, amik konkrétan emberületekbe lehet mérni. Szóval, hogy, hogy sokan elindultak abba az irányba, hogy közjóként kell rá tekinteni, nem pedig magáncégnek a privát dolga, hogy hogyan játszik az algoritmussal. Tehát ezért fontosak ezek a kérdések, mert ezekre tudni kell választ adni. Szerintem, vagy tudnunk kéne, vagy választ adni néhány éven belül. Most itt csupa, ugye, a ennek a közösségi média, a csupa gonosz dologról beszéltük és az elmúlt negyed órában, hogy gyakorlatilag minden résztvevő vagy rossz, vagy meggondolatlan. Mert ugye, és ugye itt, itt, itt még Norbi említette jóval korábban, ugye, hogy ezek a bizonyos szerződések, ugye, ezek a felhasználási szerződések. Szóval itt azért, itt azért, itt, itt azért maguk a cégek, iszonyatosan szemét módon csinálják ezt szándékosan. Tehát azért olvastatok már ti is ilyen szerződést, belenéztetek. Tehát élő ember el nem olvassa. Tehát ez direkt úgy írja meg, állítom neked, és ez legyen ez szoftver, bármilyen felület, akár a gmail kezdve, akár még direkt olyan szerződést ír, amit pontosan tudja, hogy élő ember nem fog elolvasni. Egyrészt, mert 2000 oldal, másrészt, meg semmi értem, mert jogi bújsítában van tele. Tehát iszonyatos az a rizsa. Viszont, ugye két lehetőséged van, vagy használod, és akkor hát persze elfogadod, és akkor te vagy a hülye, mert hát ott oda le volt írva, ugye erre voltak annak akár a South ba is ugye volt erre egy rész kihegyezve, hogy hát elolvastad a szerződést, és elfogadtad, tehát, hogy, hogy, ebben, a, ebben a pingpongban itt mindenkit megpróbálnak hibásá tenni. Mert ugye valahol a cég rohadtú hibás abban, hogy direkt olyan szerződéstől eléd, amit pontosan tudja, hogy nem fogsz elolvasni, mert ezt meg lehetne fogalmazni feketén fejre röviden értelmesen, hogy miről van szó, és te el tudod dönteni. Ugyanakkor viszont meg, ha belegondoltok, tehát most akár egy, egy Google, tehát, hogy ma tud, lehet úgy létezni mondjuk, a, abban a közjóban, a közjóságban, amit te mondtál, vagy hogy, hogy mondjuk nincsen Google a kontod, vagy bármid hiszen minden oda van kötve. Ha nem fogadod el... Lehet csak sokkal macerásabb. Hát jó, csak szóval érted, tehát, hogy, hogy bele, bele, vagyunk kényszerítve gyakorlatilag egy csomó ilyenbe. Ezért, mert, ezért indult el az Unió a szabályozás irányába. Igen, Jön. És me, mi, de most és melyik szabály azokra, hogy a, a minden oldal most akkor a kukiait tologatja, hogy elfogadod, vagy nem? Hát sajnos ennél, ennél többről van szó, például a kanadai példát szokták idehozni. Ugye Kanadában történt az meg, hogy március óta, április óta nem, nem, nem készültem most pontos dátumokkal, nem olyan régóta nem hozzáférhetőek a Facebookon a kanadai média szolgáltatóknak az oldalai. Tehát az ottani híradó, az ottani telex, az ottani index, az ottani, nem tudom, mediaworks, tehát most direkt, hogy mindenféle oldalról mondjam, nem jelennek meg a Facebookon. Azért, mert a, mert a kanadai állam azt mondta, hogy az nincs rendben, hogy a, a, a tartalmat ezek a, ezek a médiák állítják elő, tehát ők írják az újságot, és a pénz az nem oda folyik be, hanem a Facebookhoz folyik be a hirdetésekből és azt mondta a kanadai állam, hogy tessék megosztani, kedves Facebook, a bevételeid egy pici részét visszaosztani a kanadai tartalomkészítőknek, tehát az ottani újságoknak. Erre a meta beintett, és azt mondta, hogy akkor lelőtte, és ott már nem elérhető, Kanadában egyetlen egy helyi média cégnek sem elérhető az oldala. Erről beszélek, amikor azt mondom, hogy most mennyiben közjó, mennyiben teheti ezt meg egy magáncég, vagy azt, vagy azt mondjuk, hogy nem, ez túlnőtt azon, hogy egy sima magáncég legyen, nagyobb a felelőssége, mint egy akármilyen magáncégnek, és akkor valamit kezdjünk. Az Unió is gondolkodik ebben, csak nyilván azt el akarja kerülni, hogy ilyen drasztikus ö, törésig fajuljon a vita. Nekem ez egy önkényes cenzúra. Hát, cenzúra? Vagy magáncégnek a sima akciója? Igen, hát, ilyenkor csak... Bocsánat, csak egy gondot, hogy a, a metát már lehet, vagy még lehet magáncégnek nevezni? Hát igen, igen, igen. Ez, ez sokszor ugye a vitának az alapja, hogy oké, okay, én beengedlek a házamba, de akkor szab, fogad el a szabályaimat. És hogyha nem tetszik, akkor viszont látásra. De pontosan a, a méretéből adódóan, meg ezt Áron már az előbb jól mondta, hogy ezt már egyre-egyre kevésbé lehet ennyire fekete-fehén kezelni ezt a dolgot. És igen. nyilván ö, a, a közösségi média egymás között is ugye harcolnak a figyelem megtartásáért, tehát hogy a, a felhasználó ott maradjon azon a felületen, a, ameddig, csak, uh, ameddig, csak, lehet, és nyilván ennek érdekében megtesznek uh, uh, minden olyan, olyan dolgot, amivel ott tudják uh, ragasztani a, 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 figyelmünket, és uh, hogyha még azokat a cégeket, amit említettél uh, Áron, hogy uh, csak simán ugye lelövi őket, meg, meg uh, nyilván erre is láttam már sok példát, hogy százezeres milliós követésű oldalakat uh, tilt ki, most az, hogy helyesen vagy helytelen, ez teljesen mindegy, de megteszi, és uh, ha még ezt mellé nézzük azt, hogy akkor úgymond a az egyszeri kisember is ö, mit tud tenni, hogyha esetleg valami ö, történik, hogy ők tesz valamilyen tartalmat, és akkor az szembe megy az irányelveikkel, és akkor az törli azt a posztot, Isten, az egész fiókját. Ugye szemtanú példát ö, ö, láthatunk azokra is, hogy egyszerűen felillet sincsen meg, meg ö, nem nem tudsz kivel beszélni. Nincsen, egy útvesztőbe kerülsz gyakorlatilag, Útvesztőbe ahol robotokkal beszélsz maximum. Így van, és, 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 nem lehet őket elérni semmilyen szinten, YouTube-nál is, ugye számtalan szor szóval Facebookon is, és egyszerűen a, a mega, mega ö, industriális óriás ott van, és azzal szemben ott vagy te, meg még ekkor esetleg az EU, meg a jogszabályok, és, és, és mindent maga alá gyűr. Tehát így, itt most mondta, egy felmerül mondjuk, tehát hogy ő azt kezdtük mondani, hogy az én cégem, az én házam beengednek az én szabályaim, de ugye ezek akkorára ára hogy ugye mondjuk akár színészekre, vagy nagy sportolókra, tehát világ, világhírű emberekre is rá szokták aggatni azt, hogy társadalmi felelőssége van ö, valamilyen szempontból, hogy visel, tehát hogy egy ekkora cégnél ez ugyanúgy már nem vonatkozik? Tehát, hogy neki már lehet, hogy túl kéne mennie azon az egyszerű szabályon, hogy az én házam, az én váram, hanem, hogy ők már tényleg akkorák, és hozzájuk képest a ami tényleg csak egy kis pontok vagyunk, hogy, hogy, neki azért, neki felelőssége kéne, hogy legyen, hogy mi történik. Csak egy gyors, gyors példa egy korábbi témákból, különféle mesterséges intelligencia kutató cégek, ilyen az OpenAI, aki a ChatGPT-t hozta létre, erről volt egy különadásunk, amikor ezekről beszélgettünk, az el, miután vagy miközben több száz kutató és, és gondolkodó fölülte a figyelmet arról, hogy egy kicsit lassítani kéne ezzel, és ki kéne néhány szabályt dolgozni, meg etikai, morális dolgokat lefektetni, jogszabályok, stb. Míg mielőtt ilyen robogó tempóval fejlesztenünk tovább a, a, a mesterséges intelligenciát, közben ezek a cégek 9, több mint 90 százalékának, tehát azon dolgozóikat, akik kifezetten a morális kérdésekkel foglalkoztak, több mint 90 át elbocsátották az elmúlt fél évben. Holott korábban föntartott még az OpenIA is föntartott egy olyan csapatot, ahol filozófusok és gondolkodók és, és mérnökök együtt dolgoztak azon, meg jogászok, meg még pár ilyen határterületet, ilyen társadalmi ö, ö, területen dolgozó kutatókkal. Ö, tehát ezt a csapatot is föntartotta direkt azért, hogy ezeken gondolkozzanak. Az elmúlt fél évben ezekennek a 900 90. et elbocsátották. Felteszem a kérdést, Vajon véletlen? Na, de csak azért, hogy, hogy igen, tehát, hogy amikor azt mondott, hogy társadalmi felelőssége van, ezeknek a cégeknek elképesztően nagy társadalmi felelősségük van. Egy példát hat hozzá be, és utána abba hagyom tényleg azért, hogy ennyire negatív a dolgod. Az ENSZ is már ki, ö, kimutatta egy, egy tanulmányában, hogy abban, hogy 2016-17-ben a Myanmari polgárháborúban több tízezer rohingyát gyilkoltak meg, abban a Facebooknak van felelőssége, ugyanis a Facebook engedte, hogy terjedjenek azok a azok a rasszista myanmar posztok, amik fölbátorították a, a, azokat, akik a rohingyák ellen mentek. Holott, és ezért, ezért van az, hogy, hogy, ez ki van mutatva fekete fejre, holott kb. 3-4 nappal a, az első atrocitások után befutottak a Facebookhoz azok a jelzések, hogy azonnal vegyétek le ezeket a posztokat, mert ezek megbélyegeznek társadalmi csoportot ott márba. Tehát, hogy igenis van felelőssége, nagyon súlyos felelőssége van ezeknek a, ezeknek a média platformoknak. Na de pont ezek a területek azok, amiket ugye öm, sokszor ugye időben is, tehát itt az időfaktor, mint ahogy említetted, itt is nagyon fontos volt, és, 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 nem annyira egyszerű megítélni, hogy tudod, mi az, amit, hogyha ha levesznek, akkor az, az arra azt mondjuk, hogy helyes. Vagy azt mondjuk, hogy cenzúra. Vagy, az, vagy, vagy, vagy azt mondjuk, hogy ez már cenzúra. És akkor innentől kezdve meg ugye a vélemény, és akkor ami nekem számomra kedves, az persze menjen, vagy nem, az pont maradjon, aki meg nem, az menjen. És COVID alatt ugye ott, ott hány ilyen volt, hogy amikor nem tudom, oltástagadóktól kezdve. Hát meg, 27 millió verzió, hogy, hogy indult el a vírus. Így van, még szélsőségesebb ideáktól kezdve csoportok meg oldalak jöttek létre, és, és amikor tényleg azt Balkánon vagy, vagy, vagy az Afrikában volt, Irán, Iránba ugye elterjedt az információ, hogy ha, tiszta alkohol tisznak, akkor az semlegesíti a vírus. Ez valami Afrika, igen. Nem akarok bocsánat már hülyeséget mondani, valahol ott volt, és hogy több száz ottja volt utának. Tehát, hogy nyilván vannak ezek, meg van, ahol nem ennyire egyértelmű, hogy ezt az információt azt azonnal meg kell állítani. És ugye erre is hány meg hány kimutatás jött, találtunk, de ez, ez nyilván megint nem a sajátosság, a médiában is ez van, hogy a, az állinformáció és az állhír, nem tudom hány szorosával sebessége, hány szorosan a terjedése mint egy normál információnak, mint egy átlagos hírnek, a sokkal hamarabb végigmegy, a sokkal hamarabb felkapják, mint a vírus elterjed, és, és, ott van mindenhol. És tényleg, amit beszéltünk, az egy instant, és látja az ember. És van, hogy órák, meg, meg napokról beszélünk, amikor ö, cselekedni kell. Nem csak a Norbi behozta ezt, ugye gyakorlatilag, hogy az emberi hülyeség tényezőt ha szabad ezt így ilyen nyersen fogalmazni, mert azért most ez valami rémli nekem is, hogy a tiszta alkohol. Tehát, hogy vajon a, a közösségi médiának, vagy ennek, ennek a sok scrollozásnak, hogy, hogy, ho, vagy az, hogy tényleg az emberek rendkívül sok időt töltenek ezek a platformokon, és azt most vegyünk, vegyünk alá mindent, a Facebookot, a Youtube-ot, az összes, összeset, és egy gyakorlatilag csak fogyasztjuk a tartalmat, de nem, de, de nem igazán gondolkodunk. Tehát akár is mondtad Áron, hogy milyen jó, hogy interaktív, ö, nagyon sokszor az emberek nagy része csak fogyasztja a tartalmat, de igazából nem, nem lép ö, interakcióba. Tehát, hogy vajon ez a fajta terjedés, vagy ez a, ez a fajta metódus hűítette az embereket olyan szempontból, hogy sokkal inkább benyaljuk az ilyen hülyeségeket? Mert most ugye régen is volt, hogy megmondta a tévé, akkor az igaz. Ugye annak idején ez volt az alapfelállás, hogy amit a tévé mondanak, az igaz. Ez valahol még most is van. Most már ugye az internet világában mindenki, bárki azt ír, amit akar. Tehát, hogy tényleg ennyire ö, az emberek, és, és, és akár választást lehet nyerni egy álhírkampányjal, vagy akár emberek több száza fogja meginni a tiszta alkoholt, pedig tudjuk nagyon, hogy ez nem túl jó dolog. Vagy ez, ez, ez régen is így volt, csak nem volt meg az eszköz hozzá, hogy meghvítsenek. Van-e joga, és meddig van joga az embernek hülyének lenni? Ez, az, ez a kérdés. <laughs> Minden ember szabadon lehet hülye elvileg. Na de meddig, mert akkor. Tehát, hogy itt akkor ez a kérdés, hogy me, mennyi? Hát ez a lehet... demokráciával kapcsolatos, hogy ameddig más nem akadályozol vele. Hányleg. És, és nekem most egy dolog jutott eszembe, hát régen is voltak boszorkányperek, amikor így összegyűltek emberek lincselni, nem csak boszorkányok, nagyon sokféle embert, ahol, ahol lehet, hogy egy kis faluba, de ott mindenki meghűült egyszerre, ugye. Az kicsiben, mikroközösségek. Mikroközösségek, igen, de hát ez a 8 milliárd méretű falu vagyunk, ahol ugyanúgy a mikroközösségben tered a hülyeség. Tehát, hogy, tehát hogy akkor te már, te már, az emberiséget egy, ugyanúgy egy kis falunak nézed? I ilyen értelemben igen, tehát szerintem nem, nem, lett, nem, lett, okosabb, tehát az állandó, tehát hogy a, a, az okosság mértéke az állandó, csak egyre több ember van ez ebben a bolygón. Azt hiszem, ez, ez kimondta talán, talán Albert Einstein. Két dologban biztos, az emberi, ami végtelen az emberi hülyességben és a világegyetemben, de a világ egyetemben abban nem, nem teljesen biztos. Abban nem vagyok biztos, igen. Um, igen, és azon állásponton vagyok alapjárat, amit a Geri, hogy ez meg volt korábban is, de ugye, az internet elterjedése, ez, ez, ez katalizátorként, tehát ez még jobban felelősített, és még jobban az arcunkba van tolva, és ilyen szempontból igen, igen, könnyű, könnyű elhinni. Beszéltünk már erről is, az igazság utáni világot éljük, ahol a tények helyett az érzelemvilág az sokkal fontosabb, hogyha számomra kedves információ van, vagy olyan személytől van, akit én korábban megbíztam, kritikus gondolkozás az, az, az nagyon minimálisan jelenik meg, és um, még annyit akartam igen mondani, hogy, hogy, hogy ilyen név állt a társadalom, meg hogy ilyenek lettünk, és akkor korábban nem volt ilyen. Én ezt, én ezt sose pátoltam ö, olyan szempontból, hogy ugye régen minden jobb volt, ö, és akkor mi időnk <laughs> meg, meg ilyesmi, és ezek tök hangzatosak, meg meg lássuk be, én is, én is, én is, én is használtam már, és, és szeretem is használni, néha már inkább ironikusan, de mondjuk azért amellett nehéz elmenni, hogy mondjuk a legfiatalabb generáció, akik már ugye nem is Facebookon vannak, a Facebookon kik, kik vannak? Az idősek, a szülei, szülők Igen, már vannak kiderült, ott. A Facebook az már, a boomer, tehát boomer hogy... ez már régen boomer, ugye nyilván most már egy jó pár éve, tehát már, már, már újdonságnak sem mondhatjuk a TikTokot, ugye a legfiatalabb generáció már ott van, nem tudom, hogy később mi lesz ebből, erre biztos, hogy tök jó szociológiai kutatások lesznek, de hogy ugye ott annyira, a, ugye ez a 30 másodperc, 1 perces videók platformjáról beszélünk, és olyan kevés ideig tudják a fókuszukat lekötni, hogy ez a generáció, mert bekerül iskolába, ahol 45 perces tanórák vannak, egyetemen, ahol, ahol három órás előadások vannak, és hogy hogy fognak tudni koncentrálni, és az ő, ő képességük ezekhez hogy fog kialakulni, ez egy ilyen nagyon durva emberkísérlet, és ebben megint nem vagyok túlságosan pozitív, vagy bizakodó. Óriási pacsi, amit mondtál, mert ez már most látszik. Ez pontosan így van, hogy emiatt, hogy állandóan jönnek az ingerek, és ugye pont ez is, hogy mondjuk a, a pont a TikTok, hogy gyakorlatilag tényleg pörök, 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 pörög, és gyakorlatilag egy percen belül három különféle dolgot fogyasztasz, és ez, ez, amit mondtál, ez nagyon, én ezt már most is látom, hogy a fiatalabbak, és most tényleg nem az, hogy régen milyen jobb volt, mert milyen jók, hogy nem erről van szó, de, de tényleg sokkal nehezebben tudod lekötni, mert hozzá van szokva ez a pörgés, ez állandó, jön jön, jön, jön az újabb, és nem az, hogy hogy itt leül három hülye, és egy órán keresztül beszél valamiről. A TikTok az nem közösségi média platform, az ilyen pseudo közösségi platform, tehát úgy tesz, mint hogyha az lenne. Ez egy új fogalom. Áron nagyon tud, Áron nagyon tud. Oké, mert hogy ott igazából nem interaktálsz annyira a többi felhasználóval, az inkább olyan, mint hogyha tévéznél, csak 15 másodperces, meg 45 de másodperces a TikTok az, az a azért, azért az, a, TikTokot azért nem, tehát hogy, hanem tehát a TikTok az olyan szinten, tehát most azért az már szinte egy pedofil ö, felület, meg, meg, tehát hogy olyan én, dolgok te vannak. amit akarsz én... mondani, de, de a, egy, egy, hát, olyan, az, az, semmilyen szinten nincs kontrollálva, és, és hogy ott, ott valami borzasztó dolog van nekem, vagy <gül> <gül> Igen, egyrészt boomer vagy. És az, ez vitathatatlan. Ez, ez, azt hiszem, hogy mindhárom meg tudunk állapodni, és valószínűleg én is az vagyok, meg mindannyian de mindannyian azok, azok, azok vagyunk igen. szerintem. Tehát... Egy dolgot viszont azért, ha had nem fogom tudni a kutatást itt előszedni, és emiatt nem tudjuk a sóhoz berakni. Én emlékszem olyan olvasmányélményemre, akkor így fogalmazok, nem tudom milyen módszerrel, de azt kutatták, hogy mondjuk egy középkori embernek mennyi inger érte őt egy nap, meg egy élet során, és sokkal kevesebb inger érte, nyilvánvalóan, mint nem a mostani embert, mint mondjuk a század elő, tehát a száz évvel ezelőtt, az 1900-as évek elején élt embereket. Ahhoz képest, de hogy nagyságrend a különbség, ahhoz képest, ami érte a század elő emberét, a mostani embert szintén egy nagyságrenddel, vagy nem tudom mennyivel több inger éri, és az agyunk ezeket tehát adaptálódik hozzá idomul a mi agyunk, és így tudunk így élni. A most, ha középkorból ide teleportálnak egy időkapuval valakit, az nyilvánvalóan megbolondulna, de az nem jelenti azt, hogy mi magunk megbolondulunk ennyi információ, hanem egyszerűen megtanulja az agyunk ezt földolgozni. Tehát én egyetértek azzal a mondással, vagy azzal a mondatoddal, hogy nagyon más történik a mostani fiatalokkal, és nyilván ez egy órási emberkísérlet, de ez nem jelenti azt, hogy ők valami nagyon elfajzottak lesznek, hanem az ő a gondolkodásuk, az ő agyműködésük ehhez idomul, és így nő föl, és persze meghűlnének, hogyha ők visszateleportálódnának egy időkapun 1227-ben. Azért, azért, azért már mi is. És valószínűleg mi is. Én is a, a, a boomer, énünket szeretném megvédeni, vagy... Lehet, hogy pont nem, de mindegy, amit mondani akarok, az igazából az, hogy tehát vizsgáljuk meg igen a másik oldalról is, és itt most lehet, hogy nem tudom, önmagamnak is ellent mondok az előzőekhez képest, de igen, tehát mi volt, nem tudom, 150 évvel ezelőtt, hogy hát ezek a, ezek a mai fiatok már csak újságot olvasnak. Aztán ugye átjuk már csak rádiót hallgatnak. Rádiót hát Ők már csak tévét néznek, nem tudom, 50 éve. Átjuk már csak internet, ők már csak az okostelefonjukat nyomkodják. Aztán valahogy mindegyik generáció csak felnőtt, lehet, hogy voltak jobbak, rossz, de mindenki megkapta. Rossz, de mindenki, mindenki megkapta. És, és és ne gondoljuk azt, hogy, hogy de most, de mindenki, de, de ez most más. Ugye, de ez most más. Hát persze, mert a most... korábbiak nem voltak nem, másik. nem, nem. mostani az azért más mert, más, mert mi most ez élünk. Ez. Így van, mert mi most itt végig és most jöttünk el, nem tudom, életkorba gondolkozásból, hogy most már elmondhatjuk, hogy de a mai fiatalok. És ugye ezzel a ez nem valószínű, hogy így lesz. Amit mondott Áron is, hogy, hogy, ha mondjuk én, én teljesen a tiltás mellett vagyok, és mondjuk kiemelem ebből a, ebből a környezetből a gyerekemet, és semmilyen közönségi minél, semmilyen digitális eszköz, a saját, saját kultúrájától, a generáció kultúrájától fosztom meg bizonyos értelembe, és aztán mi lesz? Kiközösített <coughs> lesz, meg, meg kiutálják, hogy jaj, neked nincs is, meg ilyenek. Tehát itt megint a végletek, végleteket elkerülendő. Igen, ezt nem endőre. lehet csinálni, Igen. nem lehet csinálni. Sőt, én tovább megyek, nem szabad ilyet csinálni, mert hogy pont az a lényeg, hogy meg kell tanítani a, a használatára ezeknek az eszközöknek a tudatos és itt jövünk vissza, rá. hogy nem tudja megtanítani rá. Hát, hogyha tiltasz, vagy hogyha nagyon bekorlátozod, akkor, akkor nem tud elég időt azon eltölteni, hogy rutint szerezzen, hogy hogyan kell ezeket az eszközöket használni. Egyébként ez is egy jó kérdés, hogy vajon meg kell-e, tehát milyen mélysébe kell tudni megtanítani az eszközök használatára. Érted, én az autó beülök és vezetem, azért megtanulom a kreszt, oké, okay, Ez a, az, hogy, hogy el, el tudjak navigálni az, az utakon, és mondjuk megtanulok négy-öt alapdologot, vizet kell betölteni, télen a hűtő, vagy mi ez a, a fagyállót, vizet nem, hanem meg, meg melyikben, benzin <laughs> vagy, benzit, vizet, vagy dízelt. Igen, tehát, hogy hogy néhány alapdologot nyilván meg kell tanulnom, de ezen túl én nem tudom szerelni az automat És nyilván ugyanerre kell megtanítani az internetnél, vagy a TikToknál, vagy a Facebook használatánál a minden generációt. Nem kell megértenie, hogy hogy működik a a programozása, de az, hogy mit jelent a visszhangkamera, mit jelent a, a, az algoritmus, hogy hogyan használd és mennyit időt töltsél, azt igen, azt meg kell tanítani. Rá. Tehát, ha jól értem, akkor Áron ö, az internet használatát jogosítványhoz kötné. Tanítás, a tanítás az mindenképpen, és ez nem korfüggő. Én támogatom egyébként. Szerintem, figyeljetek, szerintem nagyon egyszerű, szerintem igen, most nézik magunkat. Program, be kéne vezetni, kéne ilyen Nézd, I, de azért, osz, áron, né, i, most nézzük tontány. meg magunkat. Itt, itt, itt vagyunk mi hárman, tehát, hogy nem tudom elképzelni azt a szituációt, hogyha most mondjuk fosnák ránk vala mindenhol, a Youtube-on, mindenhol mondjuk a lapos föld elméletet, remélem egyik költök sem gondolja, hogy a föld lapos, tehát ezt tisztázzuk. Nem, csak a te... Miki, ő nem hisz a Balatonba, de az más téma, igen. Hát, nyíregyháza is kérdéses. De, oké, okay. de hogy mondjuk azért a föld az lapos, szerintetek? Legutoljára nem, még nem volt. Az. Ami, amikor csekkoltuk, akkor még nem. Vajon, vajon el tudnánk-e mi mondjuk jutni arra a szintre, vagy nevezik hogy akarjuk, hogyha fontosan tolnánk ránk ezt? Hogy a végén ott állnánk, hogy akkor bár pedig ez lapos. Volt kész. ilyen kísérlet. Tehát a, nem a, nem a lapos Földről beszélek, hanem. De mi magunk, ne, ne a kísérlet, ne 100, ne 20, ne 20 millió rep, mi magunkat így. Három, háromunk közül egynél beütne. Nem tudom melyikünknél, beütne. <laughs> Egy, kettő, három. Igen, jó. <laughs> Figyelj, ez egyszerűen a, 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 köz a társadalmi nyomás tud akkora lenni, hogy amikor azt mondják a kísérlet részvevőknek, hogy, hogy de az, az, nem egy négyzet, az kör alakú, 30 elhiszi, hogy az, Ti hogy az négyzet. Tipikus -e e skifi, csavar, ez több film is volt, ugye, hogy a végén a főhős tudja, hogy neki van igaza, de senki más nem. Az egész világ mindenki az ellenkezőt állítja, de ő, ő, tudja, hogy neki igaza van. Na de onnantól kezdve mi vagy, ha mindenki másban hisz, csak ő nem, akkor őt fogják diliházba zárni akkor a közösségi médiával simán át lehet programozni az ember agyát is. Igen, hát ez is egy veszély, igen, persze. Vagy ha nem is átprogramozni, de már itt itokban inkább elfogadott. Ha, hogy ha mond. elég korán kezdik, akkor simán. Beszélünk pár egy idejéről, de gyakorlatilag szinte végig csak a rossz dolgokról beszéltünk. Beszélj már egy kicsit a jó dolgokról is, mert, mert hogy azért ez nem olyan rossz dolog. Tehát, hogy itt tényleg már úgy jön, hogy a három hülye boomer leült, és, és, és végig euh, savazza ezeket a, a platformokat, pedig nem igaz, hiszen gyakorlatilag most mi is egy közösségi média platformonak köszönhetően beszélhetünk itt. Még lehet, hogy valaki szerint ez rossz, de ez most más kérdés. Nagyon sok pozitív része is van a közösségi médiának, ezt ki kell alakítanod magadnak, művelned kell, mint a kis kertjeinket, és ha ezt meg tudod tenni, akkor nagyon sok pozitívót tud hozni, mert a boldog így lehet, ténylegesen lehet tartani a kapcsolatot, a, a, a mi utcánknak van a saját csoportja és meg tudjuk beszélni az ügyes-bajos dolgainkat, rengeteg közéleti uh, információt lehet rajta beszerezni. Tehát, hogy ha, ha műveled, akkor nagyon-nagyon sok pozitívat tud hozni, és igen, kitakarva a gyereked arcát, ez nagyon fontos, ha fölrakod, akkor, akkor sok boldogságot lehet szerezni a nagyszülőknek, mert hetente látják a fotót, hogy veletek itt mi történik. Tehát igen, én, én nem azt mondom, hogy ne használják az emberek, tudatosan használjátok összességében a bekerülési küszöb, köszö, hogy, hogy jóval lecsökkent. Ugye korábban tényleg mi volt nyilván, hogyha valaki ilyesmire gondolkozott, hogy, hogy tartalomkészítés, műsorkészítés, nyilván a tévé, rádió, tévé elsődlegesen. De ugye itt meg mondjuk elsősorlegesen talán a YouTube-ot, de nyilván többi platformot is meg lehet említeni, olyan szélesen elterjedt ez, hogy ha van tényleg egy jó ötleted, és vagy egy olyan személyiséget hozzá, akkor tényleg konkrétan nulla forintból egy darab telefonnal el tudsz kezdeni bármilyen témában tartalmat gyártani. Lehet az a leg, 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 legnisebb akármilyen témakör, amit csak tényleg nagyon kevés ember érdekel, de abban is meg fogod tudni találni azt a kis közösséget, és ha tényleg van nem tudom, vagy szaktudásod, vagy kitartásod, vagy karizmád, akkor egy olyan ö, kis, kis, kis fórumot, kis közösséget, kis kapcsolatrendszert tudsz kialakítani akár a föld másik oldalán lévővel, mert nyilván erre nem lenne lehetőség, és, és megint csak az, hogy ha valaki ennek van ehhez van a finitása, akkor, akkor rengeteg rengeteg sok ilyen információt és, és és hasznos dolgot meg lehet tanulni benne, persze. Tehát akkor van a közösség formáló funkciója is gyakorlatilag. Igen, és olyannyira meg lehet ezt, tehát olyannyira jó ez a része a, ennek a közösségi médiának, hogy nem csak egy közösséget tudsz találni, vagy közösséget tudsz formálni, hanem abban a nis, vagy kevésbé nis területen, amit téged érdekel, ha ott értéket a szelő, ha olyan a tartalmad, akkor ez neked állandó bevételt is tud jelenteni, mert kiegészültek ezek a, ezek a média platformok, vagy, vagy közösségi média platformok olyan bevételszerző platformokkal, amik állandó havi jövedelmet is akár tudnak neked teremteni. Egyszerűen azáltal, hogy a többi ember szívesen áldoz három dollárokat, meg 5 dollárokat arra a tevékenységre, amit te csinálsz. Ez szerintem, ez is fantasztikus, tehát hogy ezek, ezek jó dolgok, ha, ha tényleg izgalmas az a dolog, tényleg olyan a személyiséged, és tényleg kitartó vagy. Igen, mert ugye, ugye régen azt mondták, hogy a gyakorlatilag a Tévézés, ugye hogy a tévézés volt a műsorgyártás, hogy gyakorlatilag ez egy kiváltság volt. Tehát, hogyha oda tudtál kerülni, akkor megmutathatod magad, egyébként meg nem. És most azért tényleg, ha megnézzük, hát azért elég sok nívós produkció nőtte ki magát, akár ahogy nem mondta a Norbi tényleg lehet, hogy simán egy telefonnal kezdték, vagy, a, vagy tényleg mondjuk a saját egyszerű számítógépén egy webkamerával kezdődött az egész, és most föl lehetne sorolni jó néhányat, hogy hova jutottak. Tehát, hogy ennek tényleg van egy ilyen, egy, egy ilyen nagyon pozitív ö, iránya is. És ugye arról nem is beszél, hogy mennyi ö, akár tudományos, akár ismeretterjesztő dolog, vagy mondjuk ö, a technikai dolgoknak ugye milyen könnyen utána lehet nézni. Tehát tesztek például, ugye hát régen, most akár mondjuk az informatikát nézzük, ugye a saját asztalomat, ugye régen ugye csak a és újságok voltak, tehát elrohantál, megvetted, havonta, aztán kész. Ami ott volt, azt kaptad. Most meg gyakorlatilag bármelyikünknek a kütyüje, ami most ott van előttetek, mikrofonfüles, bármi, hát 25 millió információt, tesztet, kibontást, bebontást, mindent találunk róla. És megint visszakötnék a, a, megint az oktatásra, hogy ennek az információk a mennyiség és pont említetted, hogy, hogy, ez hatalmas, tehát egyszerűen már, már tehát félelmetes mélység, hogy úristen, hogy hol, hol kezdjek, vagy, 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 tehát ugye a, a bőség zavara hogy egyszerűen tényleg minden van, és egy, egy Google kereséssel, egy több millió, akár nem milliárd találatod lesz, beírsz valamit a YouTube keresőjébe, és több ezer videót fogsz kapni. És itt megint az, megint az van, hogy az embereknek megint meg kell tanulni ezeket használni, hogyan kell keresni. Azt, hogy fogom a Google-t, és belírom azt, hogy nem tudom, milyen tudást szeretném megszerezni, az, az oké, okay, de ennek, ennek vannak jóval kifülönbúltabb módszerek, hogy hogyan lehet keresni például. Bizonyám. dugulni ezekben az, az, hatalmas információ mennyiségbe, az információ zajba, ugye, klasszikusan szokták mondani, és tényleg azt, ami számunkra hasznos, azt kiszűrni, a többit pedig elengedni. Ezt is meg kell tanulni. Igen, mert rengeteg olyan orosz oldal van egyébként, ami mindent tartalmaz, amit te éppen keresel. Tehát én belefutottam, hogy én amikor kerestem programot, drive tehát az informatikában ugye előfordul, hogy az embernek keresnie kell dolgot, régi dolgot, már megszűnt dolgot, és vannak orosz oldalak, amik mindent tartalmaznak. Ha elírod, akkor úgy tartalmazza. Tehát ott mindig ott van, amit keresel, persze tudjuk, hogy nincs ott. De hogyha te, ha te avatatlan vagy, és meglátod azt, hogy ú, de jó, ott van, hát ott nagyon csúnya dolgokra tudsz belefutni. Tehát te már, itt jön az, hogy, hogy már ön. írtál el úgy kereső szót, hogy Cyril, Cyril betű szöveget találtál a végén. De viccelj velem, hát én, én már kerestem olyan dolgokat, hogy Cyril betű nélkül Cyril betűket adott ki, mert csak az orosz oldalakon volt fönt. Tehát kegyetlen. Tök Tehát azért mondom, vannak orosz oldalak, ahol mindent megtalálsz, amit keresed, tök mindegy, mi az. Ha, ha éles, soha nem is volt ilyen, nekik abból is van. De tényleg. Szerintetek hova fog fejlődni? Hadd kérdezzek most én is egyet. Lemerült az üveggömböm sajnos pont, úgyhogy fuha. Uh, nem tudom, én attól félek, hogy tényleg um, eljutunk egy olyan szintre, hogy készségszinten fogjuk tudni használni ezeket, a, ezeket az eszközöket, meg platformokat, de semmilyen rálátásunk nem lesz. És akkor ugye ez a tipikus fekete doboz effektus, hogy van valami, és akkor a végeredmény, vagy bepötyögünk valamit, de hát ugye már sokszor be se csak az algó dobálja elénk, és akkor mi meg, mi meg a, a kimenetet azt látjuk, meg találja a gondolatait a Igen. kereső is már, ugye? Igen, és teljes mértékben elveszítjük a kontrollt. Na most ez nyilván ez lehet, hogy túlzás, lehet, hogy nem így lesz. De ettől de, 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 de félek, ez, 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 szerintem potenciálisan benne lehet a pakliban, még hogyha lehet, nem is ilyen formában. De, de ja, 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 a tudatosság, amit Áron, amivel kezdted a műsort, azt kellene erősíteni, hogy tudatossal azt ezeket a dolgokat, és ne csak tényleg azt, amit, amit felajánl és elénkbe fög az algoritmus, hanem azon túl is egy picit, és akkor talán ez elkerülhető. Jó labdát dobtál fel, bocsánat, Ána, csak akkor én visszakérdezek, bár nem illik, és főleg, de akkor is ez muszáj, hogy, hogy amit most a Norbi mondott, hogy tényleg, hogy elkezdünk keresni már ő gyakorlatilag, hogy tényleg mondtam, már visszaböfögi, hogy mit akarunk, és tényleg már sokszor csak beírunk két-három betűt, és ő már tudja helyettünk. Hogy ez vajon jó vagy rossz? Tudom, hogy nagyon nehéz feketén-fehéren, de hogy, hogy jó-e az, mennyire jó, egyrészt nyilván gyorsítja a, a, a feladatokat, tehát nyilván az, hogy nem kell bejönni, hogy csomó mindent nem kitalálja, ez tök jó, de hogy vajon a, az agyunkat nem lassítja, vagy torzítja, nem tudom, tehát hogy nem kell gondolkodnunk annyit, hanem már kitalálja a tehát hogy megszokjuk azt, hogy, 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 hogy meg kell már csak fél szavakból is. Fi, amióta, amióta széles körben elterjedt a Vaze használata, azóta nem igazán tudják az emberek már az utcaneveket sem így megjegyezni, meg hogy hol, hol, merre kell menni. Sőt, amióta hanem... a mobiltelefon van, azóta a telefonszámokat se. És azóta a emberek. telefonszámokat se, így van. Tehát én értem, amit mondasz, lehet ilyen veszélye ennek, de én ezt mégiscsak kisebbnek gondolom, mert, mert a másik oldalt viszont bejön az, amit a Normi mondott, hogy ezek a platformok iszonyatosan stimulálják az agy, a, agyunkat, és a, ez a doom feed jelelés, ez, ez, ez és ez komoly. És ha vissza, visszakanyarodok hozzátok, ha jól használjuk. Ha jól használjuk. Én hát nekem mindenre a... úgy látszik, ez a belépő gyerekek. A, az, az belépő, én azért kérdeztem meg ezt, hogy, hogy hova fejlődhet ez a dolog. Emlékeztek rá, minden évnek van egy ilyen sláger témája, egy vagy két évvel ezelőtt volt a metaverse mint ilyen nagy sláger buzz szó, buzzword, az kipukkadt, szerintem most már senki nem akar metaverzumot építeni. Arra jó volt, hogy elfüstöljön egy csomó 10 millió dollár cégeknél, de, de, más haszna nem volt. De hogy például az volt korábban kinevezve, hogy na az lesz a közösségi médiának a jövője. A most, amit, amit talán megpróbálnak afelé menni, az apple ez az új szemüvege, ami keveri az augmented reality-t a, a a hát, de az is volt már, Googlenek is már sok évvel De ezelőtt ugye, hogy az is volt már, tehát igen, hogy... tehát hogy az, hogy az is volt már, én se látom annak, hogy az, az nagyon, az, az, azzal valami új dolog nagyon bejönne, viszont mindig vannak ezeknek a közösségi média platformnak ilyen decentralizált verziói, a Fediverse az ez, ahol nem a nagy cégek, tehát, hogy megvan a Twitternek és a Facebooknak, és mindeniknek megvan az a verziója, ami egy decentralizált platform, ami nem az algoritmus uralja, és nem az adat az, ami a, 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 az egész. Na jó, a de rajtunk, boomereken kívül ezeket nem ismeri senki? Na ez az. Tehát, hogy vannak alternatívák, és nem úgy tűnik, mintha elterjedne. A Twittert akár ott csavarja az Elon Musk, nem a Fediverse felé ment el, ha, hanem a Thread felé, tehát a Zuckerberg. Ö, hozott egy, egy kihívóját a, a Twitternek. Az, az X-re gondolsz? Igen, Ocsát. igen, az X-re. Tanulni, tanulni, tanulni. Ucsíce, úgy, úgy az úgy, szel, úgy, úgy volt régen. Ja, ha már mondod, akkor mondjad, mert itt akkor legyen edukáció itt a végére, tehát... nem akarok... hát nézd meg, keresd meg, mert Ádám mindig azt mondja, hogy ne mondjuk hülyeségeket, hanem akkor nézzük meg. Mindegy, igen, igen, tanulni, 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 ahogy Lenin mondta, így mondtam magyarul. Így mondtam magyarul. <laughs> És De most Lenin mi szólna a Facebookhoz? Nagyon <laughs> nem nem, Hát annak ide, emlékeztek, hogy csináltak ilyen hülyeségeket, ilyen mémeket csináltak, tudod, a Józsefotól meg ezek, hogy miket posztolnának ki. Tehát voltak ilyenek. Az, ugye a zseniális volt a, a 48. március 15 ei hogy, az, az, az. hogy, hogy, hogy tört ki a forradalom. Az, az a baj, hogy az már Ivivre ív volt megcsinálva, vagy még Ivivre ív volt megcsinálva, azt ma hát. már so, nem sokan értenék annak a dizájnját. Meg lehet, hogy a régi Facebookra volt, hogy megcsinálva, de, de azok zseniálisak voltak. Ma már nem tudom, ma már mi, mi, lenne, ami meg kéne ezt csinálni egyébként? Ma mi lenne az a felület, ami ezt meg kéne csinálni? Mert mondtátok, hogy a Facebook az boomer. Nyilván TikTokon, de úgy, hogy AI-jal legenerálták ezeket a képeket, Petőfit, meg ezeket a képeket, és megmozgatják. Vannak most már AI kép megmozgató videóeszközök, és akkor ott, ott lehetne megcsinálni. A négyes csak GPT már meg tudja neked csinálni. Igen, azt tud most mozgatni? Az már az, a, a négyes tud, meg ugye a Microsoftnak is van, de. Az Várj, a Czech ez már Microsoft, tehát hogy megvette Microsoft az openai t Igen, igen, igen. Akkor azt mondom, hogy azt tudja, ami, amihez nem tudsz még csak úgy szabadon hozzáférni. Azt hiszem, hogy ez a 3.5, de ezt most ezt most tényleg nem mennék már bele ebbe. Jó, de te figyelj, te csak beugrottál a, a, az Ádám helyett, úgyhogy. Neked elnézzük. <gül> elnézzük. <gül> De én használtam már egy gpt t <laughs> Irattam vele programot. De kód in interpreterrel? Mert áltok a kód interpreter most már 4.5-ös használja. Ez mai cikk. Azt hiszem, nagyon eltértünk a tárgytól. <laughs> el, el, ezt szerintem engedjük el. Befejeztük, urak, nincs gondolat. Nincs. Akkor mo mondjunk, mondjunk, mondjuk egy búcsút. Egy búcsút. Egy búcsút, egy búcsút. elbúcsúzunk szépen. <laughs> A következő, október 2-án megjelenő médiazabálókban az áltudományok korának szoború rejtelmeibe tehettek egy utazást. Tartsatok akkor is velünk! De addig se felejtsetek el lájkolni like és feliratkozni. A premiér előtti tartalmakért pedig fizessetek elő a patreon.com per Parallaxis oldalon keresztül. Barkoci Norbi, Kubatovics Áron és valamennyi munkatársa nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet. Sziasztok! Sziasztok! és ne felejtjétek el, ez egy olyan műfaj. Igen, azt nem tudom, hogy szabad-e mondani, de az csak Ádám szokta. Az Ádámnak a catchphrase és ő direkt nem szereti, hogyha mi is mondjuk. Ah, oké, oké, nem Én gondolom, én gondolom, a gondolattal, hogy mondjam ezt, hogy ezt még benne is hagyom délt a felvételben, hogy gondolkodtam rajta, de végig is nem mondtam. Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.